Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ezt megnézzük, hogy most mit mutatnak a kártyák. Hát nagyon szépek a képek, hiszen rád gondol, és megjelenik a szerelem. Gyönyörűek a gondolatai, és intenzíven gondol rád. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt ő áll a középpontban, tehát elvárja azt, hogy odafigyelj rá. Hamarosan fontos döntéseket fog hozni, mutatják itt az utak, hiszen úgy érzi, kell most egy új irány, egy új kezdet. Mit fog tenni? Írni fog neked, keresi veled a kapcsolatot, és itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok mindketten gyökerezni. A fa jelenti a gyógyító erőt is. Ha voltak a múltban nézeteltérések, akkor most tisztázódnak a dolgok. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a hűség. Az is lehet, hogy van egy közös kutya, vagy ennek a tervezése, és az is összeköt benneteket. Gondol rád, szeret téged, szerelmes beléd, de neki is vannak vágyai, elképzelései. Lehet, hogy azt szeretné, ha te írnál neki, és ez a levél útba lenne hozzá. A hűség, ami összeköt benneteket, és itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol mindketten le tudtok gyökerezni ebben a párkapcsolatban, és az utak jelentik a döntéseket, itt lesz egy új kezdet, lesz egy új irány. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.